Christopher Nolan Oppenheimerjében mellékszerepet, de fontos figurát játszik Albert Einstein. Mégis mit gondolt valójában a Manhattan projektről és az atombombáról? Ennek járunk utána a videómban. Az Oppenheimer hatalmas sikert aratott a mozikban, talán még azt is képes elérni, hogy nézői jobban elmélyüljenek az általa felvetett témákban. A film nagyrészt pontos történelmileg, valamint tudományos szempontból is igyekszik autentikus lenni. Persze a drámai történetmesélés érdekében behoz fiktív szálakat is, így például a végső beszélgetés J. Robert Oppenheimer és Albert Einstein között. Az utóbbi egyfajta tanácsadó és mentor Oppenheimer számára a Manhattan projekt évei alatt és azt követően, de kérdés, hogy milyen szerepe volt valójában a legendás tudósnak az atombomba megalkotásában, illetve mit gondolt erről. Ezt térképezzük fel a továbbiakban. A zsidó származású tudósnak valójában nem sok köze volt direkten a Manhattan projekthez, még elméleti értelemben sem igazán, mivel ő másfajta tudományok, például az elméleti fizika, a kvantummechanika és a kozmológia területén működött. Bár a híres egyenlete, az E egyenlő MC négyzet, vagyis a tömegenergia ekvivalencia pont azt magyarázza, hogyan tudnak a nukleáris fegyverek olyan hatalmas energiát termelni, és ezt hasznosították is a kutatók. Ugyanakkor inkább történelmi politikai síkon került kapcsolatba Einstein az atombombával, mivel egyrészt származása miatt eleve szemben állt az antiszemita nácikkal, másrészt a II. Világháború, illetve annak közelette őt is állásfoglalásra késztette. Einstein alapvetően pacifista, demokratikus, szocialista nézeteket vallott, de a világpolitikai fejleményeket látva 1939. augusztus 2-án Szilárd Leó ösztönzésére levelet írt az USA akkori elnökének, Franklin D. Rooseveltnek az ügyben. Mondandója az volt, hogy nem csak Amerikában folynak atomenergiával kapcsolatos kutatások, utalva itt Szilárd és Enrico Fermi atomreaktor projektjére, hanem Európában is, és csak időkérdés, hogy egy pusztító erejű bombát építsen valaki. Úgyhogy az Egyesült Államoknak sietnie kell, ha nem szeretné, hogy Németország megelőzze, mivel akkor már érkeztek hírek arról, hogy a németek is uránt fognak dúsítani, illetve kísérleteznek ezen a vonalon. Ezért Einstein a kutatások felgyorsítását, egységesítését, programszerű vététerét szorgalmazta, vagyis gyakorlatilag katalizálta a Manhattan projekt létrejöttét. A német nukleáris fegyverprogram valós veszély volt, de valójában nem jelentett igazi kockázatot, bár ezzel a szövetségesek csak a felszabadító harcok során, illetve a háború után szembesültek. A német program neve Urán projekt volt, ami 1939-ben vette kezdetét, és nem csak az atombomba kifejlesztésére, hanem a nukleáris reaktor megépítésére is irányult. Ám egyrészt a hadsereg nem látta kritikus fontosságúnak a fisszióval, azaz a maghasadással kapcsolatos kutatásokat a háború megnyeréséhez, másrészt a nácik politikai katonai intézkedései következtében megcsappant az Urán projekten dolgozó tudósok száma, lassult a folyamat. A történészek szerint ilyen körülmények között a német atomprogram megmaradt laboratóriumi szinten, azaz a nácik még csak közel sem kerültek ahhoz, hogy atombombát vessenek be a háborúban. Viszont a szövetségesek profitáltak ebből, mert számos zsákmányolt technológiát és persze emberi erőforrást felhasználtak a saját kutatásaikhoz. Einstein sem tudott erről a háború előtt, viszont mindezek ismeretében azt nyilatkozta, hogy bánja, hogy megírta azt a levelet, azaz ha tisztában van vele, hogy a németek nem jutottak túl messzire a nukleáris fegyverfejlesztésben, akkor ő sem szorgalmazza az atombomba programot. Egyébként Einstein azért sem vehetett részt ebben aktívan, mert gyanúsnak számított a szocialista nézetei és német származása miatt, így nem kaphatott biztonsági tanúsítványt, ellentétben Oppenheimerrel, aki egyébként szintén német felmenőkkel rendelkezett és kommunista kapcsolatai miatt megfigyelte őt az FBI. Az engedély hiány a projekt résztvevői nem is konzultálhattak Einsteinnel. Einstein az 1945. augusztus 6-ai Hiroshima elleni bombatámadás követően nem rejtette véka alá negatív véleményét a pusztítás láttán, és ez a negatív véleménye csak erősödött a 3 nappal későbbi Nagasaki bevetés után. A háborút követően Einstein a nemzetközi békemozgalom és a fegyverkontroll ikonikus figurája lett, több ízben is felszólalt az atombomba bevetése ellen. Ezzel összefüggésben színezték ki egyik állítólagos bölcsességét, amit a jelentések szerint 1947-ben sütött el egy baráti társaságban. Nem tudom, milyen fegyverekkel vívják majd a 3. világháború. De ahhoz kétség sem fér, milyen fegyverekkel harcolnak majd a 4. világháborúban. Ez utóbbi mondathoz szokták hozzátenni, hogy kövekkel és botokkal. Az 1955-ös Bertrand Russell filozófussal és matematikussal közösen kiadott manifestuma viszont nagyon is valódi. Ebben a nukleáris fegyverek veszélyeire hívták fel a világvezetőinek a figyelmét. Ennek leghatásosabb részét még a Halott ember levelei című 1986-os posztapokaliptikus szovjet filmklasszikus is megidézte. Ha jól választunk, a boldogság, a tudás és a bölcsesség folyamatos fejlődés áll előttünk. Válasszuk talán ehelyett a halált, csak mert nem tudunk megszabadulni a viszálytól? Emlékezzünk emberi mi voltunkra, és felejtsük el a többit. Ha így teszünk, egy új, a paradicsomba vezető út, ha nem így teszünk, az egyetemes halál kockázata áll előttünk.
Az Oppenheimer az atombomba kidolgozásáról és az azt felügyelő ember későbbi meghurcolásáról szól, és ez a film sem dicsőíti a tömegpusztító fegyvert. Ti hogy vélekedtek Einsteinék manifestumáról és a film üzenetéről? Írjátok meg a kommentek között, és ha tetszett a videó, akkor feltétlenül nézzétek meg a J. Robert Oppenheimerről készült portré videónkat. Sziasztok!